Itt mindenféle emberrel találkozik az ember, és ezért nagyon jó, mert sokszor olyan emberekkel is tud kapcsolatot is létesíteni, akár egy nagyon pozitív kapcsolatot, akivel az a való életben biztos, hogy soha nem ölne le beszélgetni. Mindenféle típus. Hát pont nem azokkal az emberekkel, akikre számít az ember. Pont olyan típusú emberekkel, mint amilyenekkel a világban bárhol, de nem hinnéd, hogy itt ilyen típusú emberekkel találkozom. Minden szín megtalálható. Leképezzük a társadalmat, nagyon sokféle emberrel találkozunk, és egymástól is nagyon sokat tudunk tanulni. Hú, hát itt nagyon vegyes. Abszolút vegyes. Mindenféle. És pont ez a jó benne. Végre egy olyan spiritás tanfolyam, ahol földből, vasból, kőből élő emberek is jönnek. Tehát nem csak valami nagyon elszállt spirituális népség, hanem olyan, aki építőipar, aki mezőgazdaság, aki vasat hajlít, és hogy mégis ők is eljönnek egy ilyenre. Ugyanakkor mindenképp fontos, hogy a szivárvány minden spektrumában legyünk, és itt megtalálható tényleg a kisfóka állatvédő idealistától kezdve a földből élő realistáink. Itt különböző emberek vannak, mindenkiben van valami különleges. Mindenféle emberrel találkozom itt. Olyannal is, amit el sem tudtam képzelni. Mindenfélével. Nagyon sok szegmens, és pont ez a jó és ez a varázsa, mert amikor gyakorlatozunk, amikor kindolgozunk a terecskén, akkor nekem pont azt a reflekciót adja vissza, hogy azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk életemben nem találom odakint a hangsúlyt, hogy lehet úgy engem önmagamat rávezetni arra, hogy ez harmonikusan tudjon működni ez egy ilyen kapcsolat. Mindenfélével teljesen más területeken dolgoznak, teljesen más területeken vannak adott esetben elakadásaik. Az üzletembertől kezdve építőiparban tevékenykedők, tehát széles a paletta. Nagyon széles a skála. Rendkívül vegyes, de épp ez a szépsége. Különböző társadalmi rétegből találkoztam itt emberekkel, de mégis valahogy az az érzésem, hogy mindenki ugyanazzal a szándékkal, ugyanazzal a elhivatottsággal van itt, szeretne fejlődni. Hát a társaság az vegyes, de én úgy látom, hogy mindenki értékes a csapatban. Vannak, akik jobban spirituális beállítottságúak, van, akik üzleti szférából jöttek, üzleti okok miatt vannak itt. Szóval ez így, én úgy mondanám, hogy kiegészítjük egymást. Nagyon széles körű a skála, hogy milyen emberekkel találkozom. Pont ettől érdekes az egész, hogy mindenféle korosztályból, élethelyzetből vannak itt részvevők. Vannak fiatalabbak, vannak idősebbek, vannak vállalkozók, vannak alkalmazottak, úgyhogy nagyon színes a mező. Nagyon színes és ettől érdekes, mert minden témában mindenki hozzá tud szólni bármihez. Vállalkozók, hétköznapi emberek, tehát én úgy gondolom, hogy elég széles a skála. Mindenféle típusú emberekkel találkozunk. Olyanokkal, akik időt, energiát szánnak a saját fejlődésükre, és megvan bennük az a kíváncsiság, hogy ezt a fejlődést egy érdekes, formabontó módon éljék meg. Vannak, akik sikeresek az életben, és mégis van valamilyen megoldandójuk, illetve a további fejlődésükhöz ők is tudnak még tanulni. Röviden szóval mindenkivel. Családanyáktól kezdve a nagyon összetett feladatokat végző vállalatvezetőkön át, szinte mindenki megtalálható. Mindenki nagyon aranyos, nagyon kedves, és itt tök jó kapcsolatok alakulnak majd ki, illetve alakultak ki eddig is. Vegyes, sokszínű a társaság. Rendkívül vegyes, minden, mint az életben.